Letették a gyár alapkövét, újabb autóipari beszállító érkezik Miskolcra. Fenntartható, környezetbarát beruházások, ez a jövő a városvezetés szerint. Fél időnél jár a felújítás, 3 hét alatt elkészülhet a búzatéri aluljáró lépcsősora. Jó estét kívánok, kezdődik a Miskolc Ma, a Miskolc TV híradója. Jönnek a részletek. Újabb autóipari beszállító érkezik Miskolcra. A csaknem 100 éves múltra visszatekintő német cég ma már a világ legnagyobb autógyárainak állít elő karosszéria elemeket. Miskolci üzemükből fogják majd kiszolgálni a legnagyobb autógyártó vállalatokat, amint egy 9 milliárd forintos beruházást a magyar állam több mint 1 milliárd forinttal támogatja, első körben több mint 500 munkahely jön létre. Letették a Melegi Automovie Hungary Kft. Miskolci gyárának alapkövét a déli ipari parkban csütörtökön. A német autóipari beszállító vállalat zöldmezős beruházást valósít meg Miskolcon. A csaknem 100 éves múltra visszatekintő cég a világ legnagyobb autógyárainak állít elő karosszéria elemeket. A miskolci üzemükből fogják majd kiszolgálni a legnagyobb autógyártó vállalatokat. Melegi Gyula, a cég elnök vezérigazgatója az eseményen elmondta, utoljára 2019-ben jártak Miskolcon. Hozzátette, nagyon boldogok, hogy újra itt lehetnek, és megköszönte többek között Veres Pál polgármesternek és a Miskolc Holding ZRT-nek az együttműködést. A város polgármestere szerint ez a beruházás a város története szempontjából is érdekes, hiszen egy olyan cég érkezett ide, ami autókarosszéria elemeket fog gyártani, építve a miskolci fémipari és heggesztés technikai hagyományokra. Erős volt a verseny, hiszen több országban van már jelen, de nagy örömünkre szolgál az, hogy a hadhatós munkák és a Holding Gazdaságfejlesztési Igazgatóság munkaeredményeképpen Miskolcot választotta. Nyilván érdekes, hogy egymáshoz kapcsolódnak az egyes elemek, hiszen itt mellettünk a Spintó éppen, ami egy olyan cég Miskolcon, amely éppen présgépekhez gyárt alkatrészeket, és itt már is van egy együttműködés. Itt köszönhetjük a BMW Debreceni igazgató Erkremzel urat, ami jól mutatja azt, hogy milyen fontos ez a beruházás itt. Az eseményen elhangzott, a miskolci üzem erősen automatizált lesz. Első körben több mint 50 munkatársra számolnak, de ez a létszám később 100 főre is bővülhet. A tervek szerint maga a gyártócsarnok körülbelül 700 négyzetméteres lesz, de ez bővíthetik majd akár 1300-1500 négyzetméterre is. Több mint 100 milliárd forintos beruházást jelentettünk be, vagy indítottunk útjára. Ezt már Csöbör Katalin, a térség kormánypárti országgyűlési képviselője mondta. Hozzátette, hogy szerinte ezek a beruházások innovatívak és előremutatóak. Hosszú távon tudják biztosítani a településeink, Miskolc és környéki településeinknek a fejlődését, és olyanokat, amelyek jelentős szerepet töltenek be az autó alkatrészgyártó piacon. Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter beszédében kiemelte a német és a magyar kapcsolatokat, szerinte ugyanis a német vállalatok rendkívül fontos szerepet játszanak a magyar gazdaság életében. Németország a legnagyobb beruházó ma Magyarországon, 6000 német vállalat van itt, 300 000 embernek adnak munkát, és a legnagyobb kereskedelmi partnerünk is. A tavalyi esztendőben már megközelítettük a 70 milliárd eurót, és látva az idei tendenciákat, idén valószínűleg el is fogjuk érni. A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, a német autóipari beszállító vállalat működése során megújuló energiát fog használni. Szijjártó Péter szerint ez azért is fontos Magyarország számára, mert úgy növekszik a gazdasági tevékenység, hogy közben csökken a káros anyagkibocsátás. A beruházás 9 milliárd forintból valósul meg, amit a kormány több mint 1 milliárd forinttal támogat. Szakmai szempontrendszer dolgoz ki a Miskolci Önkormányzat a beruházások minősítésére, segítve a fenntarthatóságot és a környezetvédelmet. Erről számolt be Szopko Tibor alpolgármester és Révész Péter önkormányzati képviselő. Szakmai szempontrendszer dolgoz ki a Miskolci Önkormányzat a beruházások minősítésére, segítve a fenntarthatóságot és a környezetvédelmet. Ezt az előterjesztés szavazta meg a közgyűlés csütörtökön. Célunk az, hogy kifejezetten úttörő, Magyarországon egyedülálló módon egy olyan
komplex mutatószámrendszert állítsunk össze ezeknek a szakértőknek a segítségével, amelyet visszahozunk majd a közgyűlés elé, ott pedig deklarálunk, és ezzel meg tudjuk mutatni azt a működő tőkének és a befektetői piacnak, hogy ki az, akivel mi szívesen működünk, és ki az, akivel kevésbé működünk szívesen együtt. A város döntésével elkötelezte magát a fenntartható környezetbarát és a zöld fejlődés mellett. Erről már Révész Péter önkormányzati képviselő beszélt. Véleményem szerint nem elhibázott politika, ha egy város megvédi lakosait, természeti kincseit, termőföldjét, ivóvízbázisát. Ráadásul éppen az állam forint milliárdokkal támogatja az olyan hosszú távon is környezetromboló beruházásokat, mint például elesünk akkumulátorgyárak, vagy épp akkumulátor feldolgozó üzemek, amelyek veszélyes hulladékot is felhalmoznak és tárolnak. Az ilyen és ehhez hasonló elhibázott beruházások elkerülése érdekében Miskolc megszavazta a fenntartható beruházások megvalósítását elősegítő előterjesztését. A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy a szempontrendszer kidolgozásában a Miskolci Egyetem, a zöld szervezetek képviselői, a kormányhivatal szakemberei, a befektetési ügynökségek, a gazdaságfejlesztési igazgató képviselete mellett számítanak a helyi Fidesz-KDNP frakció tagjaira is. A témáról hosszabb beszélgetést a híradó után kezdődő közéleti magazinunkban láthatnak majd. A miskolci tömegközlekedés helyzetéről tartott sajtótájékoztatót a Fidesz-KDNP. A csütörtöki közgyűlés ugyanis megszavazta a város közösségi közlekedés vonalhálózat és menetrend módosításáról szóló javaslatot. Holosi András, a párt helyi szóvivője elmondta, úgy gondolják, 2019-ig egy jól működő, színvonalas tömegközlekedés volt Miskolcon, 2019 után azonban a politikus szerint egy mélyrepülés kezdődött, és a közösségi közlekedés ezersebből vérzik. A mostani változásokkal kapcsolatban pedig többek között a lakossággal és a szakmával való egyeztetést hiányolják. Nem volták bele a MVK ZRT szakszervezeteit sem, nem volták bele a változtatásokba és a leendő menetrendi kialakításba az üzemi tanácsot sem. Ez pedig vélelmezhetően törvénybe ütköző. Mi azt mondjuk, hogy a miskolciakat kellett volna elsőként megkérdezni ezzel kapcsolatban. De nem kérdezték meg a miskolciakat. A csütörtöki közgyűlés után a Velünk a Város frakció közleményt adott ki a menetrend módosításról. Mint írták, rengeteg munka áll a változtatások mögött. A szakmai csapat nagy energiát fektetett abba, hogy tanulmányozza, feltérképezze a lakossági szükségleteket, majd ezeket a lehető legtöbb fórumon egyeztesse, megvitassa, és minden javaslatot, kérést figyelembe véve megalkossa az elfogadott október 14-től bevezetésre kerülő új menetrendet. A közleményben hangsúlyozták, ez a lehetőségekhez képest a legjobb döntés, hiszen a 2021-ben elszabadult, ma már a világ egyik legmagasabb inflációját és az ezzel együtt elszabadult energiaárakat nem hagyhatják figyelmen kívül. A frakció tagjai a Fidesz-KDNP ellenállását szakmailag nem tudják értelmezni, mint írták, idézet következik, tudjuk, hogy nekik előírás az, hogy semmit nem szavazhatnak meg, amit a regnáló városvezetés terjeszt elő, még akkor sem, ha az érezhetően a városért, a városlakókért történik. Újra használhatják a gyalogosok a Centrum és az Ady Endre utca felőli lépcső lejárót. Ezzel fél idejéhez érkezett a búzatéri aluljáró lépcsősorainak felújítása. A munka során többek között leburkolták a lejáró falait, és speciális vakvezető felületeket is kialakítottak, amelyek segítik a látássérültek közlekedését. A csaknem 50 millió forintos beruházás az időjárástól függően várhatóan 3 hét múlva készül el. Mostani a két beton lépcsőfokok már gyalogos közlekedésre alkalmasak. Megnyitották a Centrum és az Ady Endre utca felőli lejárót a gyalogos forgalom előtt pénteken. Ezzel a fél idejéhez érkezett a búzatéri aluljáró lépcsősorainak felújítása. Most elkészült a beton lépcsőfokok, az megkötött, tehát gyalogos forgalom számára igénybe vehető. Amikor elkezdjük a másikat, akkor itt folyamatosan gránitlapokkal lesz leburkolva a lépcsőfokok, illetve a megfelelő vízevezető csatornák is már beépítésre kerültek,
Tehát, hogyha bármilyenféle fajta nagyobb eszűzés lenne, ez a víz már elvezetésre kerül. A Városgazda műszaki vezetője hozzátette, a felújítás során megtörtént a lejáró falainak burkolása, valamint speciális vakvezető felületeket is kialakítottak, amelyek segítik a látássérültek közlekedését. Most következik majd az, hogy a teljes világításnak a cseréje is megtörténik az elkövetkezendő hetekben. A felújítás következő ütemében lezárják az MVK és a Volán buszpálya udvarok felé vezető lépcsősort. A búzatérről a felszíni átjárás a pláza és a Zsolcai kapu irányába továbbra is biztosított. Kertész Béla híradónknak hangsúlyozta, hogy igyekeznek minél előbb elvégezni a munkálatokat. Az előírt technológiai határidőket, mint például a beton megszilárdulásának ideje, azonban ki kell várniuk. A csaknem 50 millió forintos beruházás az időjárási viszonyok függvényében várhatóan 3 hét múlva készül el. Több mint 1,5 milliárdos beruházás segítségével megújul fedett csarnokká alakul át Miskolcon a Népkerti 2-es jégpálya. A teljes egészében TAO-s forrásokból megvalósuló projekt jelentősége komoly léptékű a jeges sportok képviselőinek, de a csarnok működtetése szempontjából is, ugyanis nem csak jelentős költségmegtakarítás érhető majd el, hanem a tervek szerint az egyesületi és a szabadidős sportolók is egész évben használhatják majd a jégcsarnokká változó Népkerti 2-es pályát. Érkezik a tetőszerkezet burkolásához szükséges faanyag, egyre látványosabb szakaszához érkezik a Népkerti 2-es jégpálya átalakítása Miskolcon. A kiírt közbeszerzési eljáráson győztes építőipari cég feladata ugyanis az, hogy a beruházás befejeztével az oldalt nyitott jégpályát teljes értékű csarnokként használhassák majd a jeges sportok képviselői és a népszerű közönség korcsolyázást kedvelők. Teljes komplett lég- és klímatechnikát kap majd az új csarnok, és kiegészítő épületek, öltözők, irodák, tárolóhelységek épülnek majd mellé. A Magyar Légkörnyezetségbe beadott pályázatunk alapján társasági adóból finanszírozunk 100%-ban ezt a beruházást. Erre az évre jutó kb. A fele jön 7-800 millió forintot kell biztosítanunk erre az évre, és a következő évre megint kb. Ugyanennyit. Az ezévi források azok hál' Istennek rendelkezésre állnak, és a jövő évben pedig ezt a másik felét majd össze kell szednünk ugyanúgy a TAO támogatókon keresztül. Szeptember 1-én adták át a munkaterületet a kivitelezőnek, és a közbeszerzési eljárás értelmében 2024. augusztus 31-ig kell elkészülnie az épületnek. Ezek után pedig költség- és energiatakarékosabban lehet majd a jeges felületeket működtetni, ugyanis a terv az, hogy a jégkorongbajnokság első és utolsó mérkőzései között tart nyitva majd a jelenleg is működő csarnok. A most épülő új pedig jóval alacsonyabb működési költségekkel tudja biztosítani majd az egyesületi és szabadidős sportok igényeit. Az elképzelések értelmében az év minden napján. A hagyományokhoz hűen idén is csatlakozott az Európai Diáksport Naphoz a Szemere Bertalan Technikum. Az iskola diákjai tanára így ez alkalommal is futáshoz öltöztek. Az iskola éppen idén ünnepi 150 éves fennállását, ezért jelképesen 150 lelkes diák sorakozott fel, hogy lefussa a 2023 méteres távot. Egyenpólóban egyszerre indultak el a résztvevők, és akadályokon át szlalomozva megtették a kijelölt távot. Egy újabb, nehéznek ígérkező mérkőzéssel folytatja szereplését a labdarúgó NB1-ben a DVTK. A 8. fordulóban vasárnap 17 óra 30 perckor kezdődő találkozón a Kecskemét érkezik majd az Andrássy úti stadionba. Mérkőzés előtti nyilatkozatában a diósgyőri vezetőedző is azt hangsúlyozta, hogy egy nagyon masszív, nagy akarattal futballozó játszó csapat lesz az ellenfél, de egyre nagyobb számú közönsége támogatásával hazai pályán a győzelem a cél a piros-fehérek előtt. Az NB1-es mérkőzéseket alapul véve a legjobb 45 percét produkálta a Diósgyőr a Debrecen elleni első félidőben a legutóbbi fordulóban. A hétvégén, a 8. játéknapon újra hazai pályán szerepelnek majd a piros-fehérek. A csapat vezetőedzője ennek ellenére egy újabb nehéz mérkőzésre számít. Kuznyecov Szergej kérdésünkre elmondta, nagyon szervezetten, mélyen védekező csapat érkezik Diósgyőrbe, akik gyors kontrákkal veszélyeztetnek és 5-4-1-es rendszerben védekeznek.
Nem lesz könnyű feltörni tehát a robosztus játékosokból álló csapatot. Nagyon kemény és nagyon nehéz mérkőzésre számítunk. Pont ezért is nagyon-nagyon fontos lesz ezen a meccsen, hogy minden többen legyenek ki a szurkolóink, hogy tényleg nagy szükség lesz a szurkolói támogatásra és segítségre. Elhangzott még, a Kecskemét próbálja kihasználni a hosszú indításokat, nagy erőkkel támadják a labdát és pontrugásaikra hangsúlyozottan figyelni kell. Az elmúlt szezonban elért második helyezésük tiszteletet parancsoló, és szem előtt kell tartani azt a tényt is, hogy három olyan vesztes bajnoki után érkeznek Miskolcra, melyeken gólt sem rúgtak. A Debrecen elleni siker még több hitet adott a játékosoknak, akik folyamatosan azon dolgoznak a stábbal együtt, hogy a Diósgyőr minél többször tudja megismételni azt a produkciót, aminek köszönhetően újoncként már 13 ponttal várhatja a vasárnap 17 óra 30 perckor kezdődő bajnokiát a DVTK stadionban a Kecskemét ellen. Nincs rally Miskolcon prológ nélkül. Az első Hell Diósgyőr rally rajtja előtti napon a hagyományoknak megfelelően az örök közönség kedvenc esemény, a népkerti prológ várta a technikai sportokat kedvelőket. Kora délutántól 50 autó küzdelme szórakoztatta a szép számú közönséget. Az egész délutánt átölelő program részeként, miközben az oválon küzdöttek az órával a versenyzők, a műfüves pályán egy közlekedésbiztonsági technikai pálya várta a legkisebbeket, akik elektromos mini motorokkal tanulhatták a biztonságos közlekedés szabályait. A prológ után az első Hell Diósgyőr rally programja szombaton már a Bükkben 9 óra 40 perckor a Máinkai gyorsaságival kezdődik. Ezen a napon az ORB 2 mezőnyét láthatják az érdeklődők. Szombaton egy hideg front töri meg az indián nyarat. Részletek hamarosan az időjárás jelentésben. Nem sokára kezdődik a kilátó, szombaton pedig heti hírösszefoglalónkkal, a krónikával várjuk Önöket. Híradóval legközelebb hétfőn este 6 órakor jelentkezünk. Riportjainkat a minap.hu-n visszanézhetik. További jó tévézést, viszontlátásra!